Most szeretném, ha nagyon szépen szétválasztanánk azt, hogy milyen az oktatásunk minősége. Az egy nagyon fontos, igen. igen mert jó? hogy ez egy, szerintem most kritikán alul, és ugye egyre jobban jönnek ki mindenkinek, a... Mindenkinek, nem csak a díszeseknek, hanem mindenkinek. ugye Mindenkinek. És valószínűleg azért egyre kritikán alulibb, mert hogy a gyerekeket tolják vele, lexikális tudással terhelik. Hát pipálják, pipálják, pipálják. Mindig ez a 40 éve jó volt, ez most is így neki megyünk, miközben már tök máshol vannak a gyerekek, tök máshoz kéne megtalálni. Most így, tehát nem arról van szó, hogy a, az Urbanov is Gyurit kell idéznem, hogy a gyereknek széthúzzuk a fenekét, hogy pukizni tudjon, hanem azt mondom, hogy én úgy tanítottam diszesként a gyerekemet törtekre, hogy legóztunk, és megnéztük, hogy egy, egy hosszú legón hány darab kicsi legó, és akkor az nyolc darab, akkor az egy nyolcad, két nyolcad, és nem biztos, hogy ez megmaradt neki, de hogy a logika megmaradt. Tehát, hogy nem biztos, hogy a szorzó táblán a lehetetlen megközelítés a mostani gyerekeknél, de ezt hagyjuk is. Meg ezek a projekt, tehát a, 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 ezeken a felméréseken azt mérik föl, hogy az élő, é az életteli közegben az a gyerek, hogy tudja használni azt a lexikális tudást, amivel mi lenyomjuk, hát egyre szarabbak az eredményeink, maradjunk ennyiben, mert nem nekünk, hanem a gyerekeinknek, akik egyre többet kell, hogy tanuljanak, mert hogy az az törik könyv, az már nem ekkora, tényleg nem ekkora, és ö, tényleg ez a amikor én együtt tanultam törít a pár éve a fiammal, hatodik, ötödikben, amikor elkezdte, és azt mondtam, hogy gyere, húzzuk alá a lényeget, nem tudtam alá húzni a lényeget, mert minden, minden egyes mondat tételmondat volt. Szóval ezt válasszuk szét attól, amit most én mondok, hogy van egy mérgező mondat, amit általában annak a gyereknek mondanak meg, aki éppen akkor valamiért ott küzd és szenved, és nem azt mondom, hogy ne csinálja meg, hiszen amikor digitális oktatásra kellett állnunk a COVID alatt, akkor az én tripladiszes gyerekem van, az a kisebbi, és én voltam az oktatója, mert nem kaptunk segítséget, még az osztályfőnök sem, meg az sem, meg senki sem, és mindig megjött, hogy mik a normál feladatok a gyerekeknek, és nekem mondjuk azt mondták, hogy egy kevesebb feladat. És én mindig azt mondtam, hogy nem kell egyel kevesebb feladat, az én gyerekem ugyanúgy képes rá, csak nem A-tól b egyenesen elmegy, hanem A-tól A2-be, és onnan B2-be, és onnan B1-be visszakanyarodik. Tehát szerintem ugyanarra képes mindegyik gyerek, csak különböző utakon. És ez az én tapasztalatomból jött, hogy nem azt mondtam, hogy hülye vagy te, nem érteztem a matekhoz, és a magadnak tanulsz, és majd amikor már eleget szoptál az általános, meg a középiskolban, akkor eldöntheted, hogy, hogy, hogy mi az, amivel szeretnél foglalkozni, és akkor mennyire arra tovább. Tehát, hogy ez egy mérgező mondat szerintem, mérgező környezetben hangzik el, és ez a, a tudnám állítani így párhuzamban, mint amikor azt mondják a, mit tudom én, fizikai abuzusban a részesülő gyerekeknek, hogy mi is felnőttünk valahogy, bennünket is megvert az apánk, meg mit én. Tehát, hogy ezt nem tartom egy egészséges hozzáállásnak, hogy mi is felnőttünk valahogy, mi is túl hogy ezen, mert hogy tök más van most, mint akkor volt, és attól, hogy én most ezt fel tudtam dolgozni, hogy engem mit én vert az apám tíz évig, az idő, pénz, energia, és lehet, hogy ezt akarítanám meg a gyereknek. Persze abban is egyetértek, egyszer voltam egy ilyen családterápián is ott mondták, hogy hiába akarjuk a gyereket megkímélni, mocsárban megyünk, ahol mindig ágak is jönnek szembe, és csak azt tudjuk eldönteni, hogy lent vagy föntérje bántás. Szóval tudom, hogy nem, és nem is akarom mindentől megkímélni. Tehát, hogy az én gyerekem igenis tanulja meg tüzet gyújtani, ment hat évesen cserkészként egyedül Budapestre a kis szövetségével, Nem álltam ott, nem telefonáltam. Nem... Tehát, hogy ki tudom engedni a világba, tudom hagyni repülni, csak én azt vallom, hogy egyrészt az oktatásnak arra kéne megtanítania, hogy hogy írjon alá egy kölcsönszerződést, hogy mi a THM, hogy amikor aláírja a szerződését akkor mikre figyeljem, és nem a fizetés, hanem egyébként, hogy mi a GDPR, hogy mihez, mihez nem nyúlhat hozzá, hogy mi az adatkezelés, egyáltalán mi az adat, és a többi, és a többi. Illetve ha szakácsnak megy, akkor mi a b 0 meg a... Nem, tehát, hogy lehetne itt sorolni most tantács specifikusan, igen, és azt tanítsák meg neki, és hagyják repülni, és engedjék rá projektekre, a társaival, én ezt csináltam, amikor voltak ilyen ö, feldolgozandó témák, akkor voltak ilyen ötös-hatos csoportok, és mindig tök jól kiderült, hogy ez a gyerek írni szeret, meg jegyzetelni, ő le fogja írni a maguk között döntötték el, hogy, hogy ő fogja a jegyzeteit megcsinálni a csapatnak. A másik összeszedte, hogy milyen tudásanyag, a harmadik az, hogy milyen illusztrációk jönnek hozzá, tehát mindenki bele tudta adni, az, az egész nagy projektbe, és hogy ebben most kúroszarok vagyunk, magyarok, valljuk be, mert ez iskola nem erre készít föl. És ezt most megtolni azzal, hogy fiam, magadnak tanulsz, az minimum egy mérkező mondat. És ez, ez a gyereken múlik, hogy ezt mennyire veszi föl, és utána majd tíz év múlva ostoroz-e téged? Vagy ebbe, belek ebbe belekötök, hogy mennyire veszi fel. mert mm -hmm. szerintem nehezebb hozzászólni a gyerekhez akármilyen mondattal. Azok a sorstalancsok, amit kedves néző nézze meg a LinkedIn-en a posztomat, nem fogom most felolvasni, azok a sorsparancsok az Eric től származóak, azok, azok nem hangzanak el. Azok a környezetből, a, 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 a környezet viselkedéséből adódnak át. Tehát az első sorsparancs, vagy sor, gátlás, illetve sors segítés az az, hogy létez, mm -hmm. és hogy ne létez. Ilyen nem hangzik el. De, 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 beledifundálódik a gyerekbe. Tehát én azt gondolom, hogy a TikTok meg a nem tudom, ö, ö, egészen hihetetlenül szétszórt világban, szerintem ma egy ilyen mondat, úgy lepattan a gyerekről, nem úgy, mint rólad, lepattan róla. Meg se hallja. Jó, jó anya, jó, oké, 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 csinálja tovább a TikTokot. Abban sokkal jobban hiszek, hogy a, a atyjának atyának a, a 7 x tehát az életet segítő parancsa és az életet gátló parancsa hosszú ideig, ami így beül, azt nem mondják ki. És még azt is odaírtam abba a posztba, hogy lehet gyártani magunknak és Én is megmutattam, én hármat, hármat hozzáajánlottam. Lehet mondani, hogy a, az Eric Börnéből Három nem érintett engem, se pozitívan, se negatívan. Ez, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy van egy jelentmondás, amit am, amin nem figyeltünk fel, most jön elő. Hogy ugye Te azt mondod, hogy felesleges dolgokat tanulunk meg. Ugye az első mondásom erre az, hogy feldolgozást is tanulunk. Tehát egy tacit dolgot is tanulunk, ahogy fel van dolgozva. Nem csak, a, nem csak az adatot és az információt tanuljuk, hanem ahogy az felépült ahogy az ahogy a születik és azt olyanok írják le most az hogy jó a, a elvileg de hát a jó a jó tanágy, most beszéljünk a jó tananyagról és tegyük hozzá az emberi tényezőt azt tetted hozzá ma nincsenek ezek a és én nagyon megértem a ez mesterek a, ez, a tűz, ez a tűz a nagyon gyötört egy rendőrminiszter által, által miniszterált, hogy mondjam kifosztott, szerencsétlen, majdnem azt tudom, hogy a gyerekek már sajnálják a tanárt. Bejön az meg, a cipője is, a nadrágja is, a mindene. Tehát, tehát látszik, hogy nem tud tekintés személy lenni eleve. Már ahogy kinéz. Plusz akkor jön hozzá az, hogy nincs, nincs önbizalma, meg nincs, mert, 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 mert halál, ez az a szerzés, amit alá kellett írnia, mert aláírta, ha ott van. Az, az, megalázó. most meg most, esküdőt, meg most az a, az a megalázó volt számára, és tudja, hogy innentől kezdve áthelyezhetik meg, mint egy, mint egy, mint egy katonai osztagot áthelyezhetik akárhova, 60 kilométer, és neki nem feltétlenül van autója. Én nem ilyen tanárokat ismertem, nem azt mondom, hogy mind fantasztikus volt, de hát azokban azért pislákolt valamit, valamelyikben sok, valamiben kevesebb, de azért a, a tananyag az egy írott valami. Azt, azt, átszűri egy jó tanár, aki már nem tudom, biztos van, tehát sok van még, de, nem, de, de, de elszórva, 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 egy-egy iskolában egy-kettő. Anélkül, hát az, az, az egy száraz, tanuljátok meg a következő tíz oldalt, hát figyelj, az, az a gáz, most ebbe bele kell, hogy az oktatáspolitikába, és úgy, hogy nekem a, mind a két gyerekemnél nagyon nagy mákon van, a nagyobbik fiam az ország 33. legkeményebb gimnáziumába jár, és kitűnő tanuló. Nem kell neki Én... azt mondani, hogy, hogy, hogy magadnak Én... nem, nem, mert hogy ő megtanult <laughs> ezt a tüzet. Na, szóval, hogy vannak még mesterek, viszont azt is látom, hogy a tananyag az egyre lexikálisabb, egyre Unalmas. Egy több. Egyre több, mert még ezt is meg. És tudod ez olyan, hogy, hogy mint amikor elkezdesz ibolyát szedni, hogy nem egy csokrot ezt hiszem még van, még van, még van, még van, és aki írja, az biztos nagy tűz és azt mondja, hogy ha nehogy megy egy hatrikos, ezt ne tudja. Egyre több a lexikális tudás, miközben ezt. Így vállátása az egészre, a billetve. Az, az egyszerűen fogja nyomni csak a, a, a részleteket. De szegény tanárok meg ott vannak, és akkor most el kell, meg kell, hogy végjem az ő mundérüknek a becsetét. Tehát tényleg ez amikor be van osztva, hogyha hogyha egy évben van 49 órád, és akkor megvan, hogy 47 darab lecke van, és, tehát a tankönyv annyira van fölosztva, és kettő darab órád van dolgozatot iratni. Tehát, hogy tényleg zsonglőrködnek, szarrá zsonglőrködik már magukat az idővel, a, a, az, hogy nincsen idő mélyíteni, hogy nincsen idő annyit gyakorolni, hogy na, szóval, hogy ez az egész most fos. Be. és tökre boldog voltam, amikor az én gyerekem, a kisebbik, aki nem állami iskolába jár, ő azt mondta, hogy, nekik bár kötelező olvasmány lett volna a János Vitéz, és mennyivel van előrébb azzal a gyerek, hogy hazén is el kell olvasni a János Vitézt, az irodalomtanár fogta és felolvasta nekik, nem tudom, hogy hány órán keresztül úgy dolgozták föl, hogy ez fel lett olvasva, és ez egy közös élmény lett. Sőt, csatlakozott hozzá az a rajztanár, és azt mondta, hogy ilyen bazinagy, embernagyságú kartonbábukat csináltak, és azt mondták, hogy akkor most tervezétek meg, hogy hogy néz ki János Vitéz. De hogy mégis hozzányúltak egy csomó téren ehhez a szerencsétlen János Vitéz témához és nagy kedve volt hozzá, és ugyanígy volt az, hogy a négy szögletű kerekerdőt felolvasták neki még negyedikes korukban is, és nem hiszem, hogy ez az, amit a, az Urbanovics Gyuri mondott, hogy a gyereknek segíteni kell széthúzni a fenekét, hogy tudjon pukizni, hanem ez azt mondom, hogy más a megközelítésem, mert hogy annyi minden van, annyira felpörgött a világ, annyi felé szétszoródik, meg talán kevesebbet baszogattam őket, mint az, aki azt mondja, hogy magadnak tanulsz, fiam. Hanem amikor nehézsége volt, akkor oda tudtam ülni mellé, és azt mondtam, hogy ezt a fél órát most erre szánom, és az én logikámmal, ami más logika, mint a normális logika, megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy ez bevegye a fejed. Mindent így vizualizáltunk, ritmusoltunk, énekeltünk, nem tudom mit, de ebbe ez én is kellettem, mint szülő. Tehát hogy az iskola egyre jobban a, a szülőtől függ, mert a szülő mélyít, a szülő gyakoroltat. És egy ilyenben azt mondani, hogy fiam magadnak tanul, szerintem ha ezt megkapták volna tőlem bármikor, akkor nem hiszem, hogy itt tartanánk.